Nézzük meg, mennyi van a csőbe. Ízlik az ike? Ugye tudod, hogy videózok, ne zavard magad. Hogy? Optomát ezt meg be lehet vállalni. Na, reggel el. Ah, jó ez. Megy fel? Két mobillal fotózzuk az egy tévét. Hát azt úgy kell, nem? Hát ez itt megállt, úgyhogy adunk neki. Várjál, nem sétagaloppoz. Amilyen, meddig várjunk már? Tényj már magadhoz. Régi fors. Hát hogy lehet valamilyen vacakol? Jó, hát 60 év után kertegetnének, te is vacakolnál szerintem. Hát nyomhatunk neki egy csapot. Ne, fűtsön föl. Fűt az. It's fűting. Akkor nyomjunk neki, azt mondjuk neki, hogy renyú. Pat-pat, rop-rop, pat-pat, folyik az áram. Ike meg viszket a vállam. És az ikerály? Mosni kéne. Jó, így bukán a trafó benne. Folyik a folyik. Na, nem tudom, miért elvannak a potén, hát az úgy mindig koppóval. Igen, nem tudom, miért tették. Hát lehet, hogy a kopom akkor itt tudod nézni, vagy mint a projektorcső, lehet, hogy van valami értelme. Nem volt daing. Ez aki nem szokott. Vagy robbants, ne. Viszont nincs, hogy a cím kell, aztán pótolni kell valami. Ott egy Philips robbants, ezt így bele lehet tenni, ha ez nem lesz jó. Biztos jó lesz. Na most. Hallottad? Mhm. Uh-huh. Volt egy ilyen pling. Azt mondjuk be kell fejezni állítólag. Ugye be is fejezi a műszer is. Situ. Lehet situ szerinted? Hát. Várjál, az fűt az. Az jó lesz az. Na, jó lesz az. Tessék. Az az. Megjött az életbe, ne? Érdekes, hogy 60 éves képcső is ilyen jó bírja. Szokták, hogy szerintem csak el volt aludva, nem volt neki baja. 60 éves rőrendjú bélek. Van egy átkötött hálózati kapcsoló, az tipikus ezekben a potméteresekben mindig széthullik. Itt van ilyen lifegős kondenzátor. Megégette ellenállás. Fölrobbant kondi. Ez állazati. Durrantyú kondi. Itt a szűrő. Másik, ami még csak készül durranni. Meg van egy nedvesség által szételet húzan ellenállás is. Van az porlik. Meg itt van egy ilyen lifegi. Azt mutattam a lifegit. De egyébként nem látok idegezen kezűség nyomát. A kapcsolat meg kell oldani. Azt meg tudjuk. Következzen a tévémosás, mindjárt szétkapjuk. Mindjárt szétkapjuk. Az is jó, benne lehetünk. Nem baj. Jó is a Marci fér oda, meg ezt segíteni ki kivenni. Már elindítottam, úgyhogy nem baj. Jó. Oda is vigyem, ahol éppen szerelsz, vagy így folyamatában legyen egy helyről? Ne, nyugodtan, rád bírtuk. Azért kérem, mert akkor operatőrre van bírva. Mert ugye az kell, hogy lássam is, hogy mit csinálsz. Tehát igazából kell vagy egy székkerem, vagy egy létra, amiről fentről tudok nektek akkor felvételt készíteni. Élő egyenes adás, még úgy sem robbant rám képcső. Ja, szólunk, ez még nem robbanásmentes képcső. Az csalás az a tévé. Abba ilyen költem bele egy robbanásmentes képcsőmet, mert a gyári képcső rossz volt. Meg sem mondott, hogy nem eredeti van benne. Az a fejbúrás? Aha. Ne, a képcső. Ki van most? Csak mert annak a foglalata fémszínű, annak meg fejét nagyobb, mint amit mondta az AliExpress-es dolog. Nem az a lényeg, belül van egy, a robbanásmentes, van itt egy ilyen acélkeret. Ami ebben nincs. Óvatosan. És azért tud nagyot szólni mindjárt, hogyha én ezt itt nem jól csinálok. Akkor ne nézzek olyan. Mert jó lesz. Ezt már kivettem. Úgyhogy ne dobjuk rá. Vegyük el sasszit, nem? Fogó sem essen bele. Az, akkor biztos a pokámba repül az egész. Megkezd ki. Meg ez itt megindulna. Meg, majd tartom. Állj, marad meg egy csomagot. Mi fegi ez is, valami hiányzik.
Rádobd a képcsőre. Van másik ott, vagy robbancs. Jó, csak minden alumínium porral lesz tele. De nem is jó csapdás, figyeld. De ha csak levettem róla. Most látom. Meg vagy? Én meg. Oké. Kijön. Pontosan. Az ott ilyen trükkös. Ilyen hangszóról meg kell csípni. Mindig. Az a csíp. Az túl közel van egymás az a két eszköz. Ja. El ne dobd a képcsőre. Te se a fogót. Ja, igen, azt kihagytam. Na. Mehet a Misi Mosi. Bassza el én. Akarom mondani, hogy roncsa el én. Igen. Majd kisipoljátok a felvételből, jó? Nem akar. Baszi, tudod, nagy robbancs, elég is otthon. Mi csodál? Nagy robbancs. És akkor menjek utánad? Igen, ott van többi. Várja, pillanat megállít ezen van? Vagy nem kell? Valaki jöjjön majd nyitni az ajtót is. Jó, melyik felét? Várja. Kirincses felét. Ott a villanyfény, a kettő, köszi. Már is, várja, megyek az ajtóhoz, belógott a képbe. Másik, itt újabb panelok is vannak bent. Azt így vele. Nézem, hogy ezen nincs pillanat megállító, tehát nem tudom. Nem baj. Fog az emberének a habot szépen. Nem tudom vágni magyarul tőle. Majd azt Marci megvagdossa. Ez milyen hab? Itt WC tisztító hab. De egyébként grillsütő tisztító is jó. WC tisztító hab. Igen. És grillsütő tisztító. Igen, igen. Az a lényeg, hogy ilyen abállagú tisztító anyag. Aha, és ez miért jó? Azért, mert fölfoglalkozó. Hogy a ráégett koszt. Szépen ilyen havas tárát kell képezni vele. Azt írjuk. És a makacsabba dolog, hogy hideg zsírolót is be lehet vetni. És ennek nem lesz semmi baj, hogy... De kiszárad és semmi baj nem lesz. Komoly. Tehát egy-két hétig kell szikkasztani azt fel. Mert az áram alatt. Mit? Robbancsot? Le volt ragadva. Igen. Nem tudod, hogy letörő vagy akár. Hát mindenki ilyen tájat is. Tehát ez ráégett zsíros kosz. Hát az íros poros koszt, meg sziki füst, vanilla. Ilyen, nyomj egy ilyen fotót. Jó, nem tudom, hogy csinálta. Azt olyan megjelent, hogy csinálj egy fotót is videó közben. Azt értem, csak nem látszik az eredményes. Azt nem. Adán, de elég. Jó, szerintem mehet akkor egy első menetbe a... Jó, nem várod meg egy kicsit hasson. De hatott az. Nezi leviszi a feliratokat. Hasson, alkosson és gyarapítson. Ezt figyel, na most nézzük, hogy legyen mi róla. Jó, forró. Meg rozsdát is különben, tehát azt majd le kell festeni finisprével. Adjál neki. Adok én neki. Ő egy munkási tévének a kasszia. 59-ről. Hú, ez nagyon rozsdás. Igen, ezt majd föl kell festegetni. A tőlek a másik kasszit, azt hiszem. Köszönöm, hogy ilyesmi. Hát ez a sajátja legyen ez benne. Ó, az ugye. Ilyen cinkprélelsznek, ugye? Van, van ilyen. De lehet, hogy gondolom rozsdát tanítani kell, nem? Még persze van ró 50, hogy mi az, ez igaz. Ez a rozsda passziváló, és akkor utána leszoktuk pucolni az egész panelt, és akkor lefújjuk. Adjál neki. Ugye van robbanó elegyes képzőnk, az robbanó. Elnézést, hogy nem. Várj, a zsíródó hathasson akkor egy kicsit. Nem volt sok el sokat. Egyébként az nagyon jó volt a zsíródó. A belben az egyik legjobb. Én is azt tapasztaltam. Vagy ez egy rozsdás a dombázó. Igen. Hogy mondod? Rozsdás a csatorna váltó. Na, ezt meg biztos költött a víza. Annak ez elég egy szár ilyen üzé van, egy kátrányos túlkot van. Ezt meg a legjobbat teszi a víz, nem tudtad? Alul is. Persze, adjál neki. Hogy nézd már, nézd már. Adjunk neki, néha vagy tájad. Jó. Nem lehet tüzét kapva, akkor... Adjál neki. Nem lehet fotos. Igen. Persze, hogy első magyar tévé mosoda. Á, mások is mossák szerintem. Mossák hát. Akkor ő mindenki. Amerikai fórumon olvas. Na mehet. És akkor the water doesn't hurt anything. Mondom, jó, hát ezt kipróbáljuk.
Nem mindent mondom, ez ide az így most a számítógépet is. Na, svaggal szokták az udvar. Azt tudom meg, ez a svaggal szok ugyanazt ahhoz. Az ott mitől a tavás? A frekvencia beállító durva. De ugye eldugott. Ez az úrva beállító. Mit lesz akart egy drogni? Csodálkozom arra, hogy a víz nem állt neki. Nem állt neki. Hát egy kiszárad. Értem, de nincs ami hozzá folyik. Nem van, ez így folyik. Ja. A világot után beállt, hogy... Értem én. Adja, hogy jön a maradék. Értem én a győzeke. Villanyban. Van most, ha lehet, hogy itt ősz? Talán, de még a másik fele nincsen. Na, túl szóra. Ugyan, az románc meg nem marad a kádba. Az már nem. Már nem így vártunk, de... Ultrát. Igen, az utod le. Mit? Azt? Mi? Mi sem vagyunk komplettek, érted? Mostuk a tévét. Más ember nyaral a Bahamákon, mi meg így tévét mosunk. Ja. De mostunk már így rádiót is meg. Hát, persze. Tehát, van egy ilyen képviselő erősítőt, a Tamás nem bevágja. Komplett erősítőt kimostam. A diszkóba üzemelt, tele volt fűzgép, vagy ide. Kimostam, tehát akartam. Egy legyen kultúrát, hogy egyet vissza valamit szerelni, nem? Igen. Halkan egy kota is rajta. Majd egy kádár lehelet együtt. Jó, az így már. Már jön még a doboz. Meg kiveszik a röhögit is. Követ? Persze. Na, hova tesszük már annyi robbancsot? Nem tudom, ez rád robban, ez ennyi elég szerintem. Igen. Beállítottad. Jó.